Na csávókáim, ma megfogtuk az Isten lábát. Tudom, hogy rizikus volt ekkora tételt beszerezni, fiúk, de higgyétek el, megérte. Ez a faszi tele van pénzzel, és jó áron veszi a cuccost. Nem szűk, Markó, nem úgy, mint az a délpesti kis segdugó. Ha itt végeztünk, mindenkit meghívok egy táncra Rolla Papa strici palotájában. Legjobb striptiz bár valaha! Lacikám, Lacikám, te aranyember! Hogy szolgál a kedvenc vevőm egészsége? Fiúk, ő a mi sztárvevőnk. Ez a faszi legendás! De persze nem azért jöttünk, hogy fényesen nyaljuk a seggét, hanem azért, hogy megtörténjen a valaha volt legjobb tranzakció. Ebben van a rendelésed, ámúj és bámúj faszikám. Íme! Tadá! 2 kiló heroinpor. Pont ahogy kérted, barna, mint a néger segge. Ettől aztán bekábulsz, azt garantálom. Laci, nem láttam azt az elégedett mosolyt az arcodon, amit máskor szoktam. Ha attól félsz, hogy árpaszlak, és ez valami kevert, gyenge szar, akkor próbálja csak ki akármelyik gorillád. Vagy azt hiszed, barna cukrot akarok rá csózni? Így ismersz te engem? Vagy kevesled a 2 kilót, vagy most mi van? Annyiban állapodtunk meg, és 2 kilót behozni ebbe az országba nem kis mutatvány. Egy harmadát egy haverom műlábával csempésztük be, a másik harmadát egy másik tag seggében, az utolsó harmadát meg a felesége seggében. Úgyhogy sok meló volt vele, szóval ne faszjancsizzál itt nekem. Jól van, akkor mi a baj? Nem ezt kértél. Nem ezt kértél? Nem ezt kértél, akkor mégis mit? Kokaint. Haver, figyelj, nem szoktam ilyesmiben hibázni. Biztosra veszem, hogy heroint kértél. Ne basszál már föl, csak tudom, hogy a vevő heroint vagy kokaint rendelt. Persze, hogy azt is tudok szerezni, de beletelik 1-2 napba, mire megjön. Lehet akár 2 hét is. Ácsi van, hello, itt akarsz hagyni faképnél. Nehogy már a nyakom hagyd ezt a csomagot, miattad kellett bóckodni vele, úgyhogy most megveszed. Igenis megveszed. Megveszed és kész. De igenis heroint mondtál, és heroinra is adtam árajánlatot. Ne merész egy fegyvert fogni rám. És ne fenyeges az embereiddel, az én srácaim sem azért vannak itt, mert jól mutatnak a háttérben. Van pisztolyuk, ahogy nekem is. Szóval, ha nem viszed el azt a szart a képemből, én lelőlek! Oké, higgadjunk le. László, nem kell vérnek folynia. Én eladom másnak a cuccost, lebeszélünk egy másik találkozót, és 2 kiló kokaint fogsz kapni. Csak egyetlen dolgot kérek, egyetlen kibaszott dolgot! Ismerd be, hogy te cseszted el a rendelést, te mondtál más cuccost, és nem én hoztam rossz árut. Lőjetek, fiúk! Na most legyen nagy a szád! Itt fetregsz a lábadban egy lőtsebbel! Az embereit halottak, mi meg itt vagyunk, sértetlenül élünk, virulunk! Ne féljél, téged is agyonlőlek, csak előbb mutatok valamit. Megmutatom a kibaszott levelezésünket. Látod, mondtam én, hogy hero... Basszus, Laci. Tényleg kokaint kért? Sajnálom, ilyen még... Ilyen még nem fordult elő velem soha. Röstelem a dolgot. Tartozok egy bocsánatkérés elé, és külön bocs az embereid miatt. De tudod mit, tessék, 1 kiló ingyen heroin. És figyelj majd, engedek a kokain árából, jó? Féláron kapod a legjobb cuccost, fehér lesz, mint a hóembersege, esküszöm, Lacikám. És majd meghívlak egy táncra a Rolla Papa strici palotájában, na megyünk, fiúk, még egyszer. Bocsánat, Lacikám, bocsánat. Ja, Istenem, de kínos.